Hát talán most egy olyan blokk következik, amelynek teljességét ezúttal a kommentek fogják adni, én ugyanis értetlenséggel tudok állni ahhoz a jelenséghez, amit mások élveznek, és ez az ASMR, az Autonomous Sensory Meridian Response, az az érzés, amikor valahol a koponyádban kezdesz egy bizsergető, borzongó érzést érezni, és ez szépen, szépen levonul a gerincoszlopodon. Én ezt csak elmondásból tudom. Olyan lehet ez, mint ahogy az emberek ötödének fáj a feje a 3D moziban, vagy az emberek ötöde, ha napban néz, akkor tüsszent, és a 80%-uk pedig nem. Rám semmilyen hatással nincsen, amikor a YouTube-on azt látom, hogy egy nő fél órát suttog a mikrofonba, vagy sminkecsettel simogatja a mikrofont, vagy vizet csurgat valahonnan valahová, vagy éppen rendet rak a ridiküljében, és a rúzsok és szájfények, tudod, dobozának az összekoccanását hallgatod. Van valami biztonságérzet abban, hogy olyan, mint amikor te délután alszol, és az anyukád főz, tudod, és te izé 3 hónapos csecsemő vagy. És ez a van valaki a szobában, aki nem fenyeget, hanem vigyáz rád, ez talán ezt így meg tudom érteni, de azt az érzést, ami itt történik, nem. Azt mondják, hogy ez az auditory tactile szinesztéziára hasonlít, azaz a hangélmény és tapintás szinesztéziájára, hogy hallasz valamit, de tapintás érzékelésed lesz tőle. Így kell ezt elképzelni. Remélem, hogy a hallgatók hallottak már valaha ilyet, de ha nem, akkor nagyon szívesen felidézzük ezt az élményt. Sajnos a sztereó mikrofon szükségeltetne ehhez, hogy érezzétek, ahogy a fületekbe suttogunk. De ez még mindig nem suttogás, mert itt még reszegnek a hangszálak. Én így csinálom, Robert. Ne, ez nem, még 3 millió feliratkozóm ezt szereti. Még mindig reszegnek a hangszálak. Leszarom. De még mindig reszegnek a hangszálak. Nagyon-nagyon hallgatunk. Na, most az jöttünk lényeg, meg. Az a lényeg, hogy itt egy hiánycikkről van szó. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy az interneten vagy az online tartalomgyártásban mindig a külső ingerek azok, amik hangsúlyosak voltak, valami, ami nem belülről jön feléd, és az a szabadságnak a terepe. Tehát amikor ismeretterjesztő vagy szórakoztató tartalmakat nézel, akkor az a lényeg, hogy az minél expresszívebb legyen, minél harsányabb legyen, minél színesebb legyen, és úgy tudja megragadni a figyelmet. De mi van a biztonsággal, amikor valami nem kívülről jön, hanem belülről? Ott nem a szabadságot, hanem ezt a biztonságérzést kell felkelteni a hallgatókban, a nézőkben. És szerintem ez pont erre jó, hogy nem valami expresszív, hangos, színes dolgot keresünk ilyenkor, hanem valamit, ami nagyon nyugodt és lágy, és olyan, mint hogyha hátulról belelihegne a nyakadba. És nem a OPS-éghez tartozik valójában ez az igény, hogy elvárjuk azt, hogy ne tartalom, ne érvényes közlés hangozzon el. Légy szíves, akkor, Robi, ne ölt össze, Dávid. Akkor, amikor odafigyelünk, hanem hangozzon el valami, ami simogatja a lelkünket. Valami, ami tulajdonképpen teljesen függetlenül annak tartalmától élvezetes hallgatni, ami számunkra, ami nem tör be az intim szféránkba, hanem tulajdonképpen simogatólag hat, még akkor is, hogyha az anyádat szidom. Többlet tartalmat nem ad, csak én pont mostanában kezdtem el rájönni arra, hogy egyébként a művészetek kapcsán figyeltem fel erre, hogy ez szerintem valahol egy nagyon hasznos drive, amikor egy művész elégedetlen a saját munkájával. Mert ekkor ez az energia, ami az elégedetlenségből jön, ahhoz vezet, hogy sokkal jobbakat alkot, ez hajtja őt. Viszont neki sokkal rosszabb lesz ezáltal, mert nehezebben békül ki magával. Soha nem elégedett, és ezzel többet kapsz. És úgy van, vagy úgy néz ki a helyzet, hogy vannak emberek, akikben meg tudja törni ez az elégedetlenség saját magukkal, egyáltalán az alkotásra való vágyat. És az ASMR az ugyanígy nem ad többlet tartalmat, amikor az ismeretterjesztő, szórakoztató mindenféle tartalmakat nézzük az interneten, ami a szabadsághoz kötődik, azok adhatnak többlet tartalmat. Az ASMR az nem többlet tartalmat ad, az ASMR az egy ilyen karbantartást ad, hogy ugyanúgy, ahogy működik a tested azért, hogy a szellemed azt tudjon szárnyolni, meg ki tud fejezni magad, ugyanúgy az ASMR a testedet tartja karban, miközben a külső ingerek azok a szellemedre adnak. De
feltüretezés. Egyre kevésbé az számít, hogy mi hangzik el, és egyre inkább az, hogy az én komfortérzetemet az milyen mértékben szolgálja ki. Tehát arról van szó, hogy megfosztottuk a beszélőt önmaga alanyi jogától ahhoz, hogy a maga gondolatait, maga érzéseit fejezze ki olyan módon, ahogyan azok ő benne megfogannak, és ő kvázi funkcióvá válik az én hallgató közérzetének a funkciójává. Tehát, hogy az jól hatékonyan szolgálja az én komfortérzetemet, akkor az helyes és jó, ha nem, akkor pedig hibás. És hogy valójában én már nem a kultúrához való hozzáférést valósítom meg akkor, amikor hallgatlak téged, hanem tulajdonképpen csak elfogyasztalak, mint egy fogyasztási cikket, mint a szupermarketben, hogyha levennék a boltról egy terméket. És te ként funkcionálsz az én életemben, amikor hallgatlak vagy a kommunikációs térben, ez egy alapvető változás 20. századhoz képest. Én is azt szeretném, hogyha ne lenne szükség erre a komfort érzetre, meg erre a konformizmusra, de közben meg az is itt van bennem. Tehát ez nyilván az kéne, amire szerintem ti meg én képes vagyok, hogy valaki ne törje le csupán a véleményével a lelkesedésünket az alkotás iránt, mondjuk. Tehát mi képesek vagyunk erre, mert tudjuk úgy kezelni mindenkinek a véleményét, annak, ami egy véleménynek. Ha valaki anyáz nekünk kommentben, az minket nem érdekel, mert ugyanúgy fogjuk csinálni. Csak közben itt van bennem ez a gondolat, hogy mi van, hogyha a következő Martin Luther King, vagy a következő Teréz anya, az azért nem mer soha kilépni majd a nyilvánosság elé, mert benne van ez a nem helyes, de mindenképpen leküzdendő gát, ami valahogy túl kéne ezen lépni. És mi van, hogyha a következő győzik az, aki azért nem mer kilépni a nyilvánosság elé, mert elvesszük a kedvét az alkotástól. Lehet ez a dolog hasznos is, Dávid? Pillanat. Párat kell kattintanom az egérről. Bal oldalon is. Olyan okos dolgokat mondtatok, hogy akkor én most azt mondom, hogy ezt mind én mondtam, mert suttogva az anyám sem mondja meg, hogy nem én beszéltem eddig. Amúgy Horváth Oszkárnak hívnak. Az egész ASMR jelenség egyébként... Megjabálj. De elnézést, Dávid, csak nagyon indulatos lettem, és megszólaltam. Olyan, mintha cumit adnánk a szádba, hogy nem tudom eldönteni ezt a nekem kicsit önprostituálásnak tűnő szerepet, hogy ez anyának vagy prostituáltnak jelentkezik be, mert ezek a sokszor a nők és ASMR csatornát üzemeltetnek, aztán lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványomat állítja épp ki. Ők úgy tűnik, mintha ők szexiskednének ezzel, és élveznék a nekik szóló figyelmet, és picit szeretnék a néhányan még annál is jobban éreznék magukat, tudod, a kis műsor megtekintése alatt. Volt egy nagyon érdekes tanulmány ennek a szinesztéziának a kapcsán. Elneveztek két formát, az egyik úgy nézett ki, mint egy ilyen tengeri sűn, és aztán a másik meg úgy nézett ki, mint egy tintapaca. És adtak két nevet, azt hiszem, hogy Boba, meg azt, hogy Kiki. És el kellett nevezniük, hogy melyik lehet Boba, és melyik lehet Kiki. Milyen két forma még? Az egyik, sűn, mint egy tengeri sűn, úgy néz ki, ilyen hegyes, a másik meg, mint egy tintapaca. Ilyen kis kerekedett. Igen. És az emberek nagy része úgy csinálta, hogy a Kiki lett a hegyes, és a Boba lett az, aki le van kerekítve. És ez tök érdekes, mert alapvetően ezek a formák, itt valaki, egy Tom Scott nevű ember, akire én néztem ezt a videóját, ezek alapvetően megfeleltethetők annak, mint hogyha például egy ilyen szűk helybe kiabálná be, akkor ezt a Kiki, ezeket a felpattanó magasabb hangokat hallod, a másik helyzetben meg ez a Boba, ezek ilyen öblösek hangok. Arról van szó, Dávid, hogy a Boba az mély hangrendű, a Kiki meg magas hangrendű, és a magas hangrendűhöz az élesebb, hegyesebb alakzatok itt lennek. De ez a mély hangrendűhöz meg a lekerekítettebb. Elnézést, szeretnék én is hozzászólni. Szóval azt akartam mondani, hogy nem csak a magánhangzók hangrendje, hanem a más hangzóknak az írott formája is számít, hiszen a K betű, igen, az hegyes, mint a sűn, és az I betű lekerekített, mint a paca. Igen, meg
vannak ilyen nagyon undorító kifejezések, szöngészség megképzései szerint ilyenek, hogy szöngétlen, labiodentális, afrikatíva, meg ilyen dolgokat tanítanak egyetemen. Tehát a kiki, a ká az egy ilyen felpattanó hangzó. Most ezzel csak azt akartam mondani, hogy vannak képzett társításaink ezekhez a dolgokhoz, hiszen már maguk a betűk és a szavak is úgy jöttek létre, mint konstrukciók, hogy voltak ezekhez a formákhoz képzett társításaink. Ilyen. A puzsér végig alszik, miközben beszélsz, most ez kiderült. Hallod, ahogy szuszog? Nem, az lett az igaziból, hogy ez a fajta közlés, ez a végletekig korábban elképzelhetetlen mértékig infantilizálja az emberi kommunikációt. Hát, hogy ebben a... Szó szerint infantilizálját most mondtam, hogy olyan, mint a gyermek anyád a cumit. Pont ide akartam kiukasni, hogy mosogatna. Ebben a közlésben már nem is igazán lehet odafigyelni arra, hogy mit mond a másik. Annyira a forma uralkodik, annyira az érzések finomságára megyünk rá, hogy már gyakorlatilag ledobja az agyad a közlés tartalmát. Olyan, mint a musical. Igen, nagyjából olyan, mint a musical. A jelenkor neoprimitivizmusához és túlérzékenységéhez igazított közlésforma. De annak van dallama, ha valaki beszéddel produkál ASMR videót, akkor állandóan suttog. Egyébként legtöbbször nincs is benne beszéd, vagy hogyha igen, akkor ilyen Edgar Allan Poe-t olvasnak fel. Tehát legtöbbször ilyen kis ecsettel simogatják a mikrofont, meg mondtam az előbb, hogy én olyanokat én szoktam... Én most a szakállammal egy picit... Jaj, de jó. Hogy én olyanokat szoktam nézni, ahol tengeri malacok zellertesznek, meg ilyenek, azok nagyon aranyosan robogtatják. De valahol egyébként más állatok is nagyon aranyosan robogtatják. Nagyon kirekesztő vagy, hogy te csak ezt nézed, Dávid. Sajnálom. Vétkeztem. De hogy alapvetően így hallasz olyan dolgokat közelről, meg hozzáférsz olyan dolgokhoz, amiket amúgy nem hallanál. Valahol ez nekem azzal rokon, mint amikor a fiamák ezt csinálják, ezeket a hangeffekteket, és tök érdekes megnézni, hogy valójában az, ahogy a hóban lépkednek, az, hogy ilyen autós ablaktörlőket, vagy miket ezt a szivacsot, amivel letörlött télen a párát az autótról, azt nyomkodják a mikrofonba. Tehát az, hogy van egy ilyen meglepetés élménye az egésznek, hogy itt kicsit jobban kihallott, hogy mi történik pontosan. Ezeket a nyelés hangokat, meg kéne ilyen apukai ASMR csinálni, hogy ülsz a karosszékben, ami ugye nem hallatszódik, hogy ott ülsz, és a semleíjat leklapfogtatod a szájbordlásodra. Most én tökéletesen értem, hogyha valaki mondjuk posztraumás stressz szindrómában szenved, az ilyennel kezeli az elgyötört idegrendszerét, és nem hajlandó a úgymond normális emberi kommunikációba becsatlakozni, mert az neki állandó stresszel, állandó feszültséggel jár, szorongással jár, felsűrűsödnek a pánikrohamai, hogyha ijesztő, vagy egyáltalán csak normális emberi hangokat hall. De egészséges emberek, olyanok, akik mellett nem robbantak fel taposóaknak, olyanok, akik nem halálos betegek, olyanok, akik nem ősöregek, de kvázi normális emberek, normális emberi pszichével, miért nem képesek egy minimális stresszt elviselni, miért nem működik ennek az elfolytása, mert itt az elfolytással van a probléma, mert ezeket a stresszeket mindannyian megszenvedjük a hétköznapokban, csak a jól működő elfolytás, ami ugye a lelki egészségnek a szálloga, az biztosítja a számodra azt, hogy épp pszichével tudjál ezekben jelen lenni. Sajnos egyre nagyobb fokú az érzékenység, és egyre nehezebb elviselni bármit, amit az előző nemzedéknek még játszik könnyedséggel ment. Nem vagyok benne biztos, hogy itt erről van szó. Hogyha akkor van igazad, hogyha úgy képzeled el, hogy az ember ezeket a külső impulzusokat, ezeket a normális hangokat, amiről most te beszélsz, hogy el kéne viselnie, és magát ezt a konform érzetet, ezt így egymásra vajazza. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor úgy teljesíti a kötelességeit, meg úgy éli társadalmi hasznosságban az életét, illetve úgy teremti meg önmagának azt a
közeget, ahol ő szívesen evickél, hogy így egymásra van vajaszva, mint a vaj meg a lekvár a kenyéren. De valakik ezt nem így csinálják. Valakik ezt úgy legózzák össze, hogy van a napjukban vagy a hetükben egy kis rész, amikor csak ezzel foglalkoznak, amikor 100% teljesítmény nyújtanak, de nulla kényelem van az életükben, tehát amikor nem engednek be semmit, ami a kis meghitt kuckójukhoz tartozik, aztán van egy hétvége mondjuk, amikor feltöltődnek, és ebben mondjuk otthon, amikor tényleg nem mész munkába, nem stresszel szét az élet, akár egy feltöltődés is lehet az, hogy beraksz egy ASMR videót, vagy bármit, miközben egyébként otthon az otthon melegében töltődsz. De az bocsánat, ezekkel a videókkal kapcsolatban van egyáltalán bármiféle tartalmi elvárás, vagy tartalmi igény? Nincs. Nincs. Ott szerintem eddig is létezett ez a jelenség, csak akkor a nyugdíjasok a tévésopot hagyták a háttérben bekapcsolva, mintha az élettársuk még életben lenne, ez tök szomorú. Itt pedig az, akinek Mama Hotelre van igénye, visszavált a rácsos ágyig a Mama Hotelben. Tehát nem egy egész szállodai szobát akar, csak a bóját. Akár vissza is bújhatna az anyjába. Konkrétan. Igen, és onnan mindent így hallana. És én azt hiszem, hogy ha viszont nem figyelnek oda, és tényleg nem számít, hogy mit mondanak, esetleg ki is lehetne próbálni, esetleg le is lehetne kurvázni az édesanyjukat, és akkor kiderülne, hogy tudnak-e figyelni a tartalomra. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.